Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Vasárnap volt a pedagógusok napja, úgyhogy most bemutatunk egy olyan történetet, ami a kisdiákok és tanáraik közti szeretetről szól. Mondókával hangolódnak a tanórára az entaisok. A 4B-ben a tanítók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerkőcök játékos formában élmények útján tanuljanak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindenki kiteljesedjen abban a dologban, amiben ő nagyon ügyes, és éppen ezért a csoportban dolgoztunk is, mindig a heterogén csoportokat részesítettük előnybe. Azt vettük észre, hogy akik egy picit lemaradtak, vagy bizonyos területeken gyengébbek, a többiek húzzák őket, és az erősebb képességű gyerekek pedig megtanultak alkalmazkodni és tolerálni a társaikat. Az osztálynak két tanítónénie van, az elmúlt 4 évben szoros kapcsolat alakult ki a gyerkőcök és nevelőik között. Nagyon jól tanítanak, másrészt pedig nagyon szeretnek minket. És azt miből érzitek? Hogy segítenek nekünk, hogyha bajban vagyunk. Hát ebből. Első osztály óta érezték azt, hogy biztonságban vannak, egy biztonságos hátteret adtunk nekik, hogy megbíztunk bennük, hogy számított az, hogy ők mit gondolnak, milyen megoldásokat hoznak a problémákra, és mindig figyelembe vettük az ő kéréseiket és kívánságaikat is, természetesen bizonyos kereteken belül. Most a korosztályoknak megfelelően 4. osztályban 10 évesen nyilván vannak aktuális helyzetek és szituációk, amiket kezelnünk kell, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsénk van, és örömboldogság velük együtt dolgozni. Vannak nehezebb helyzetek, megoldandó feladatok, de hát ezért vagyunk itt, hogy ezeket kezeljük, és a jó úton vezessük őket. Hát amikor egy kicsit rosszabb napunk van, vagy úgymond egy kicsit megkergülünk, akkor egy kicsit szoktak kiabálni, de azt is értünk teszik. De egyébként a mindennapokban, amikor jó napunk van, akkor egyáltalán nem szigorúak. Emlékezetes sztorikat is adott az elmúlt 4 év. Engedélyt kaptunk arra, hogy bent alhattunk az iskolába. Ez hatalmas élmény volt számunkra is, meg a gyerekek számára is, hogy együtt kalandosan eltöltöttük az estét, együtt készítettünk vacsorát, éjjeli bátorságpróba volt az udvaron, és a tornateremben, a vetett matracokon esti mese után elaludtak a gyerekek, együtt keltünk, és reggel álmos szemekkel megettük a reggeli kakaós csigánkat. Ami nagyon-nagyon tetszett, és teljesen önállóak voltak benne, második osztályban elmentünk egy 2 napos kirándulásra a Balatonpartra, és hát ott is egy bátorságpróbával leptük meg őket este, és mikor ennek vége lett, akkor kiválasztották a legjobb zseblámpáikat, a kezünkbe nyomták, és mondták, hogy akkor mi most itt maradjunk, és 1 perc alatt rittyentettek nekünk egy újabb bátorságpróbát, pici másodikas gyerekek. És nagyon-nagyon meglepett minket, hogy a sötét parkba pillanatok alatt egy nagyon érdekes kis bátorságpróbán estünk át Andi nénivel. Én azt szeretem ebben az osztályban, hogy egyrészt nagyon gyorsan jó kis osztályközösségé formálódtunk, és segítjük mindig egymást, és szeretjük egymást. Van nekünk egy kis naplónk, amiben beírjuk az ilyen aranyköpéseinket, és akkor azt néha fel szokták olvasni nekünk, és így nagyon jó ezekre visszaemlékezni. 4 év alatt akkor biztosan nagyon sok minden került ebbe a füzetbe. Egy-két ilyen emlékezetes történet van-e, amire emlékszel, ami nagyon tetszett neked, nagyon vicces volt valami miatt? Hát amikor egyszer krumplival nyomdáztunk, akkor azt mondta az egyik osztálytársam, hogy felvágta az erét, így viccből. A szülők és gyerkőcök különleges módon szerették volna kifejezni hálájukat az elmúlt 4 évért, hogy miként sikerült, arról egy különleges és nagyon kedves óriás plakát árulkodott, ami május közepén került ki a Seregélyesi útra. Azt mondták, hogy szeretnének valamit mutatni. Csöpögős, esős idő volt, és igazából azt gondolom, hogy gondolkodás nélkül mentünk a kolléganőmmel, Csilla nénivel, a gyerekeket követve, és amikor végigmentünk itt a szomszéd utcákon, és elértünk egy utcasarokig, ott egy nagyon kedves verset mondtak nekünk, és megláttuk az óriás plakátot, ami
mivel megleptek minket, akkor hát szólni se tudtunk, könyvszemben szökött a szemünkbe, és nagyon meghatottunk. Hatalmas boldogság volt, nagyon-nagyon örültünk neki, és szinte felfoghatatlan volt, hogy ők így akarták világgá kiáltani, hogy mennyire szeretnek minket. És természetesen ez viszont is igaz, hogy mi is nagyon-nagyon szeretjük őket, és pont ugyanannyi energiát kapunk tőlük, és szeretetet, mint amit mi adunk neki a kolléganőmmel. Az ötletgazda is örömmel emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor a lurkók úgymond átadták ajándékukat. Mentünk is, hogy hova is, és mi lesz, és akkor meglátták, hogy mind a kettőnek egy akkora sikítás jött, aztán ahogy olvasták az átváltott sírásba, és hogy úristen, hogy ez micsoda, hát szerintem itt napokig a felhőkben jártak, úgyhogy nagyon nagyot szólt, aminek mi örülünk, meg nyilván szól azoknak a tanároknak is, akik ugyanilyen mentalitással, ugyanennyi munkát beletesznek ebbe, mert ebben nekünk nagyon szerencsénk volt, hogy azon túl, hogy a tananyagot megkapták a gyerekek, annyi pluszt kaptak mellé, akár humorban, akár támogatásban, segítségben, hogy ez az, amit igazán köszönni kellett nekünk. Az ötlet az egyik kislány anyukájától származik, a szülők mindenképpen maradandó emlékkel szerették volna megköszönni a tanítók munkáját, ezért döntöttek az élmény ajándék mellett. Egy évvel ezelőtt már megfogalmazódott bennem, egyszerűen így reggel beugrott a gyerekeimmel, amikor mindig jövünk az iskolába, óvodába, akkor ők mindig nézik az óriás plakátokat, és valahogy ebből így átkúszott a dolog, hogy egyszer majd, hogyha eljutunk oda, milyen jó lenne, hogyha így tudnánk megköszönni. Hogyan fogadták az ötletet a szülők és a gyerkőcök? Változó volt a dolog. Nyilván örültünk neki, és mivel több pedagógus is van az osztályban, mint szülő, ők rögtön azt mondták, hogy fú, ha ők egyszer ilyet kaphatnának. Nyilván kicsit meg is voltunk ijedve attól, hogy azért ennek ára van egy óriás plakátnak, és nyilván nem biztos, hogy ebbe bele tudunk menni. A végére azt gondolom, hogy mindenki elfogadta, hogy tudjunk adni egy olyat, ami még nem volt, és egy kicsit a világnak tudjuk kikürtölni, hogy igen, nekünk volt két ilyen tanítónénink. Annyi pluszt beletesznek amellé, hogy csak bejönnek és tanítanak, hogy nekik is van családjuk, nekik is vannak problémáik, ők is van, hogy fáradtabbak, de mégis, ahogy ide belépnek, és megy rendületlenül minden tovább, és olyan érdekes, hogy a lányom volt pont egyszer, hogy valamelyik tanítóni éppen regulázta a gyerekeket, mert nem tudtak úgy sorba állni, és kicsit hangosabban rá kellett szólni, hogy most már rend legyen, és a lányom oda súgta a fülembe, hogy nézd, anya, a szeme most is mosolyog. Tehát, hogy az, még hogyha ha olyan dolog is történik, ami esetleg egy kicsit keményebb, akkor ők érzik azt a fajta bizalmat, hogy attól még szeretnek minket. Úgyhogy talán ez a bizalom, és nem kell azt gondolni, hogy ez mindig ilyen felhőtlen, mert ugyanúgy, mint minden kapcsolatban, minden családban vannak hullámvölgyek, itt is voltak hullámvölgyek, itt is időnként vannak viták, de a lényeg az, hogy a végén mindig egyet szerettünk volna, és a gyerekekkel, a szülőkkel, a tanárnénikkel együtt mindig egyfelé tudtunk menni, és mindig közösen tudtunk dönteni dolgokba. Úgyhogy ez volt itt a lényeg, meg a szeretet. Ismét a Kulétoronyba invitálták az érdeklődőket a hétvégén Szabadbattyánban. A történelmi várjátékok programjai izgalmas időtöltéssel szolgáltak minden látogató számára. Szabadbattyán ismét középkori és török zene szótól volt hangos. Újra megrendezték a történelmi várjátékokat a középkori vártoronynál, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. A hagyományokhoz híven többek között az Első András király lovagrend és a székesfehérvári királyi kardforgatók együttesen látványos küzdelmet és csatajelenetet mutattak be, ezzel is tisztelegve a település történelmi múltja előtt, aminek a törökök is fontos részei voltak.
Az első alkalom 2004-ben volt az Európai Uniós csatlakozásunk alkalmából. A tornyunk viszont a 16.-17. századtól meghatározó jelentőséggel bírt a környéken, sőt, maga az építmény lakótoronyként már korábban az Anjou-korban állt. Igazi jelentőségét viszont a török korban érte el. Azt is elmondhatom, erről ugyan nincsen konkrét bizonyítékunk, nincsen róla konkrét írás, de nagy valószínű, hogy maga Nagy Szulejmán is áthaladt a településen, az akkori településen, hiszen 1543-ban ő az akkori Székesfehérváron, vagy akkori Fehérváron ugye járt. Maga a torony, a lakótorony, ami ugye az Anjou-korban már állt, vámszedő helyként szolgált, és a széles mocsaras területek itt elvékonyodva adták a lehetőségét, hogy egy átkelőt tudtak nyitni. Amikor a török hadak megérkeztek, először lerombolták a tornyot, majd utána felismerték a jelentőségét a helynek, és újraépítették, és egy apró kis vár, palánkvár épült. Erről már vannak írásos emlékek, hiszen Nagy Szulejmán történetírója Evlia Cselebi járt itt, és az ő leírásából tudjuk, hogy közel 100 katona, zenekar, egy imahely és apró kis házikók álltak ezen a területen, és mondhatnám, hogy meghatározó jelentőséggel bírt az akkori település életében. Mit jelent Szabadbattyánnak ez a terület? A várnak a neve ismereteink szerint Csikvár volt, és jelenleg a településnek a központját Csikvártérnek hívják. Az iskolának a címerében benne van. 2004 óta minden évben rendezünk itt hagyományőrző játékokat, különböző rendezvények, volt itt gasztronómiai rendezvény is, és igyekszünk az embereknek a figyelmét felkelteni. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy felismerjék a jelentőségét ennek a helynek, ennek a toronynak. Megvan a kapcsolatunk. Azt mondja, hogy a török nagykövetséggel, van török testvértelepülésünk, a koordinációs irodával rendszeres kapcsolatot tartunk, ők is segítséget szeretnének nyújtani, hiszen érzik ők is azt, hogy ez a torony valahol egy kicsikét a törökök számára is meghatározó és fontos. Az esemény egyik fő célja az, hogy a településen élők és a környékbeliek is minél részletesebben megismerkedhessenek országunk és Szabadbattyán történelmével. A hagyományőrző csapatok éppen ezért korhű ruhákban elevenítik fel a több száz évvel ezelőtti történéseket. Hagyomány nélkül nem tudunk előre haladni. Itt Szabadbattyánban a török kultúra, a török hagyomány az nagyon fontos, és én szeretném, hogyha a jövőben a helyi identitásnak része lenne, hogy van nálunk egy nagyon-nagyon fontos emlékmű, ami gyakorlatilag másfél évszázadig Székesfehérvárat védte még úgy is, hogy török kéz alatt volt, de nagyon nagy jelentőséggel rendelkezett, és én szeretném, hogyha ez a gondolat, ez a tudat, ez beépülne a helyiek, és nyilván ugye a környékbeli falvak, településeknek a tudatába és életébe is. És egy pár mondatban, hogyha tudnál nekünk mesélni, ugye itt a hagyományőrző csapatokról, hogy ők honnan jönnek. Csapataink, ugye ők gyakorlatilag, akik ma itt vannak velünk, ők az alapító, a rendezvény alapító csapatai, ugyanis ők voltak az egyik elsők, akik már évekkel ezelőtt is a rendezvényünket elkezdték. Az első András Király lovagrend, ők mindig gerincét adják a rendezvénynek. A másik csapatunk pedig Csőszről, a csőszi hagyományőrzők. Gyakorlatilag ők azok, akik a török időszakot hűen képviselik, ők hozzák nekünk Szulejmán Szultánt is Balázs Miklós személyében. Illetve idén egy meglepetés, egy új vendégünk van, a fehérvári kartforgatók. Ők egy picit más időszakot képviselnek, de úgy gondoltuk, hogy szeretnénk idén őket is meghívni. A látogatók a nap folyamán megismerkedhettek a régi korok harcművészeteivel, a kicsik pedig középkori játékokat kipróbálva tölthették az idejüket. Tíz év után másodszor szerveztek találkozót szenior tánc együtteseknek. A gála keretében ezúttal 11 csoport mutatkozott be a művészetek házában.
hangulatú gálának szombaton este a Művészetek Háza adott otthont. Az idén fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Alba Régia Tánc Együttes volt az ötletadója, és a lassan 20 esztendő szenior csoport a motorja annak a programnak, ahol az idősebb néptáncos korosztály koptatta a parkettet. Idén 70 éves az Alba Régia Tánc Együttes, és ennek a éves programsorozatán belül rendeződik meg ez a második fehérvári szenior fesztivál. 11 csoport vesz részt benne, és a KÖTESZ, a Kárpát-medencei Öregtáncosok Szövetsége is támogatja a fesztivált. Akik alapították ezt a KÖTESZ-t, az a 11 csoport, 13-an alapították, de 11 csoport vesz ma részt ezen a fesztiválon. Körülbelül 250-en leszünk. Van, aki 5,5 párral jön, van, aki 10 párral, van, aki 14 párral. Milyen táncok fognak megelevedni a színpadon? Hát mivel itt az átlag életkor az 50 fölötti, sőt, inkább erdélyi táncokat mutatnak be a csoportok, mert ugye abban már nem kell ugrálni, az nem ugros alapú, mint általában Magyarországon, hogy sokkal feszesebb táncok vannak. Egyedül mi mutatunk be a két fehérvári csoport innen Mezőföldről, a saját vidékünkről táncokat. Mi csoportunk az jövőre lesz 20 éves, és Botos József Béci, az egykori tánckarvezető és az egykori egyesületi elnök hívta életre. Nálunk a legidősebb az 77 éves, és 28 éves a legfiatalabb táncos, de ha összekerül ez a 30 ember, olyan, mint egy gyerekcsoport, és végül is, akikkel mi már ismerjük egymást ezekkel a csapatokkal, mindenkinél ugyanez a szituáció, hogyha összekerül ez a sok ember, nagyon nehéz őket fegyelmezni, mert olyanok, mint a gyerekek. Az, hogy mi a fontos nekünk, tényleg az, hogy a közösség, az összetartozás, egymás elfogadása, a barátság, az együtt eltöltött programok, utazások, ilyen fesztiválokra való eljutás, és az, hogy reméljük, hogy mindegyünknek a családjába ez folytatódni fog, vagy az unokája, vagy a gyermeke folytatja és őrzi majd ezt a hagyományt. A 11 csoport mintegy 250 tagja lépett fel a gálán. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek táncosok, hogy átéljék és megmutassák azt az élményt, amit a néptánc adhat. A Mikepércsi csárdást fogjuk előadni, Béres Andrásnak egy klasszikus darabját, ami nagyon-nagyon nagy régmúltra tekint vissza, és ezt a koreográfiát mi elővettük, leporoltuk, beültettük a lábokba, és nagyon-nagyon sok helyen bemutatjuk. Hogy éli meg ezt a napot? Hát nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ide eljutottunk. Annál is inkább tudni kell erről a csoportról, hogy az összes jelenlévő csoport közül egyedül a mi tánccsoportunk, aki nem rendelkezik néptáncos múlttal. És annál inkább nagy tisztelő, hogy ide meg eljutottunk, és ebben a millióban hát óriási nagy öröm részt venni. Ez a senior kategória, ez most nagyon, hál' Istennek fejlődik föl, és boldogok vagyunk, hogy itt Fehérváron is megrendezik ezt. Én szerintem egy csodálatos dolog. Ez pont az a generáció, amikor már a 40-en túliak, és akár a 70-80 éves emberek is föl tudnak itt lépni, tehát ebbe minden belefér. Nincs az a nagy izgalom, mint a fiatalabb felnőtt együttesekben, hogy az emberek félnek a zsűriktől. Itt szabadon tud táncolni mindenki, és ebbe a senior kategóriában szerintem ez a legszebb. Bár a második fehérvári szenior gálára 10 évet kellett várni, de tervben van, hogy a jövőben 2 évente megismételjék ezt a találkozót. A közönségnek adott műsor után a felépőket egy közös vacsorára és egy jó kis mulatozásra várták.
Az egyik legkedveltebb színdarabbal érkezik Székesfehérvárra a Szeretett Színház, az értelmi sérült és épp színészek jótékonysági előadását június 15-én láthatja a közönség. Agyag. Anyagismeret kérdez felelek, családias hangulat, sikerélmény a tanóra alatt. Így indul egy nap az ezredéves iskolában. Az értelmi sérült fiatalok rengeteg ismerettel gazdagodnak a hétköznapokon, de a tanítás mellett sok program, csapatépítő játék is várja őket. Így lesz ez most is, hamarosan a padlás érkezik értük Székesfehérvárra. Nagyon fontosnak tartom azt a gondolatot, hogy egy olyan jótékonysági eseményről, vagy eseménynek lehetünk mi a részesei, amiben azért megmutatkozik, hogy a sérültek is tudnak értéket teremteni. A padlás egy jótékonysági előadás keretében érkezik városunkba. A programot az Alba Triathlon szervezi. Egy nagyon fantasztikus dolgot fogunk tudni itt színre vinni, és ami a nagyon fontos része, hogy ugye ez egy jótékonysági előadás, a bevétel teljes egészében ugye egy megfelelő helyre fog beérkezni, és azt gondolom, hogy az, aki eljön, attól függetlenül sérült fiatalok fognak játszani, az mindenképpen egy értékes és egy élvezhető színdarabot fog látni. A népszerű mesemusicalt különleges köntösbe öltöztetik, a darabot értelmi sérült és épp színészek adják elő. Ami igazán hát mondani valójában nagyon fontos a színházunknak, hisz benne a dalom is az örökre szépekről szól, arról a fajta szeretetről, ami az jó Istentől kaptunk, és amit kutya kötelességünk itt a Földön hirdetni. Ez a színházunk missziója és egyik missziója. A bevételből az Esélyegyenlőség Alapítvány támogatják a program alkalmával. Az előadás a Cervona-Fehérvár Filmmaraton felkonferáló eseménye lesz. A filmmaraton keretében ugyanis szeretetfutást rendeznek, ahol sérült, beteg és transzplantált emberek futhatnak majd egy kisebb távot. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!